nagyon világosan látszott az, hogy a Szovjetunió, a kommunizmus lefolytotta azt a nemzeti érzést, amely ha természetesen él az emberekben, akkor a legkevésbé ártalmas. Lefolytotta, elfolytotta, és hogy ennek előbb-utóbb robbannia kell. Tudjuk, a világban annyi ismeret halmozódott föl ma már, és az ismeretek olyan különbözőképpen vannak felosztva az emberek között, az írástudatlantól az atomfizikus zseniig, vagy a nagy filozófusokig, olyan különbözően vannak felosztva, és ezek az információk, értesülések olyan egymásnak ellentmondóak, hogy az ember valóban a tájékozatlanság zűrzavarában, káoszában él tulajdonképpen. Miközben látszólag a legjobban van tájékozódva, hiszen minden nap látja a tévében, hallja a rádióban, olvassa az újságban, hogy ez és ez történt, és így tovább. De közben az egész világ, a részletek, a milliárd, és vagy biliárd részletben elvész az ember, nem látja a kiutat. Ilyenkor az ember egyre inkább a huszárvágásokra, a gordiuszi megoldásokra, ahogy én egykor neveztem, utalódik rá. Egyszerűen a csomót el kell vágni, mint Nagy Sándor Gordiuszban. Tehát, ki kell törni a várból huszárvágásokkal, ugye kart, utat vágni. Tehát tulajdonképpen az van, hogy a filozófiának és az ember filozófiai magatartásának egyetlen lehetséges módja az, hogy némileg tabula rasát, tiszta táblát teremt. És mert egyre inkább erre van. Ilyen új fixpontot